Tisztelt érdeklődő! Szeretettel köszöntöm Önt a Brain Plus program otthonában, műhelyében. De mi is ez a Brain Plus program? A Brain Plus programot azért hoztam létre, hogy gyerekeket tanítsunk és képezzünk győztes mentalitásra. Mit is jelent az, hogy győztes mentalitás? Számomra azt jelenti, hogy győztes mentalitás, hogy valakinek valamilyen célja van, és tudja azt, hogy a célja elérése érdekében hogyan kell gondolkodni, hogyan kell érezni, és hogyan kell cselekedni. Az, hogy mi a célja az egyénnek, az teljesen mindegy, ugyanolyan módon kell érezni, cselekedni és gondolkodni annak az eléréséhez. Abban bizonyára egyetértünk Önnel, hogy minden elméleti anyag annyit ér, amennyire a gyakorlatban használható. Hogy a gyerekek az itt megtanult elméletet használni tudják, ezért gyakoroltatjuk velük, és a gyakorlás eszközének olyan tevékenységet választottunk, amelyeket a gyerekek nagy élvezettel végeznek. Ezért a középpontban a labdának a pattogása áll. A Brain Plus program gyakoroltatása keretében megtanítjuk a gyerekeket pingpongozni, miniteniszezni, dobni és lábteniszezni. Egyik tanítványomon keresztül most Ön végignézheti azt, hogy a gyakorlatban hogyan is történik mindez. Szevasz, Szasza! Szia, Sanyi! Hogy vagy? Kösz! Na, gyere, beszélgessünk! Jó vagyok én. Igen. Mondtam neked, hogy akkor most fog eldőlni minden, hogy nyelsz-e vagy sem. Na, és akkor azt meséld el, hogy történt az ötödik. Feldobás? Eldobtam jobbra. Rosszul. Igen, dobtam fel. És hát valahogy meg tudtam menteni, ezért bementem. Hát de hogy mentetted meg? Oda léptem alá. És azon kívül? Megpróbáltam. Hát pont ezt akarom mondani, hogy nem csak belecsaptál, hanem a csuklódat felhasználva szépen odairányítottad, ahova kell. Tehát a lényeg az, hogy megnyerted. Hát én úgy örültem annak a dolognak, hogy el sem tudom mondani. Elérd meg, Szasza, hogy jöjjön erről az eszedbe, és meséld el. Soha ne add fel, van ráírva. Ez azt jelenti, hogy van itt két állatszituációja, egy gólya és egy békáé. A gólya próbálja megenni a békát, és ezt a béka nem engedi, mert összeszorítja a nyakát a gólyának, ezért nem tudja lenyelni, és a béka soha nem adja fel. Ez a teniszben azt jelenti, ha mondjuk te vesztésre állsz, és nem szabad meccslabdája van az ellenfelnek, akkor nem szabad elkeseredni, hanem vissza kell szerezni az önbizalmat, és meg kell nyerni az összes hátra lévő pontot, még az ellenfél meccslabdája is. Nagyon jó. Így van. Tehát, hogy valami pillanatban, amikor vesztésre állsz, akkor sem biztosan eldőlt a kérdés. Szeretnék kérdezni valamit, tovább megyünk, hogy akkor ez a teniszre vonatkozik, jól értem? Teniszre is. Teniszre is? Mi másra még akkor? Hát, sok minden nem szabad feladni. És valami szabad feladni? Semmi. We